Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Bene Sándor nagykunkapitány tanyáján, és beszélgető társam Erős Ildikó, aki a Kemcse táborban részvevő gyerekekkel érkezett. Mondjuk el nézőinknek, minek a rövidítése is a Kemcse. Én is üdvözlök mindenkit. A Kemcse a keresztülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesületnek a rövidítése. Mi mindannyian, én is szervezőtársaim is keresztülők vagyunk, tehát rendelkezünk Moldvai Csángó keresztgyermekkel, és 3 évvel ezelőtt gondoltuk azt, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezek a gyerekek, akiket keresztüleik nem biztos, hogy személyesen is ismernek, eljuthassanak Magyarországra. És szervezőtársam Makai Attiláné Ilona találta meg a helyszínt, ő itt Berekfürdön ismerős, és rátaláltunk a Megbékélés házára, ahol 2011-ben tartottuk meg az első táborunkat, akkor 40 csak moldvai csángó gyermek vett részt a táborban. 2012-ben szintén moldvai gyermekek érkeztek, de akkor már becsatlakoztak mellénk a Berekfürdői Általános Iskola tanulói is. 9 és 13 év között van nagyjából a korosztály, akik hozzánk jönnek táborozni, és idén pedig egy lővétei csapatot is meghívtunk, tehát erdélyi gyermekek is vannak. A moldvai falvak, ahonnan jönnek a gyermekek, Somoska, Klézse, Buda és Pokolpatak, Erdélyből Lővéte és Berekfürdő, így áll össze a mi kis csapatunk. Itt azért már javában tart a tábor, hiszen lassan véget ér, amikor beszélgetünk, de úgy látom, hogy nagyon élvezik a gyerekek a lovaglást és íjászatot is, tehát ez egy plusz program számukra. Igen, hát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy valamennyire ismerős is legyen nekik a helyszín, ugye ők falusi környezetből jönnek, tehát rengeteg háznál van tehén, ló, juhok, kutyák, tehát ismerős talán ez a környezet, de viszont azért mégis ad egy pici pluszt. Bene Sándor nagyon sokat segített ebben, amit köszönünk is neki, hogy elmondta, ugye, hogy hogyan nyergeljük fel a lovat, mit hogyan hívnak, a ősi harcművészettel kapcsolatos dolgokat. Mindegy picit átbeszélte a gyerekekkel, de emellett kisújszállásról voltak nálunk mesterek, akik szalmából, csuhéból fonást tanítottak. Molnár János igazgató úr eljött a csapattal körbe biciklizni Berekfürdő környékén. Székely László igazgató urat megkértük, hogy tartson egy rendhagyó történelem órát. Éppen augusztus 20-a kapcsán Szent Istvánról beszélt. Minden nap volt fürdés. És hát amit nagyon fontosnak tartottuk, hogy egymás hagyományait, énekeit, táncait megismerhessük. És ezért megkértük a tanítónéniket, hogy mindenképpen hozzanak magukkal szép népdalokat az adott tájegységről, amiket a gyerekekkel otthon énekelnek és táncolnak, tehát tánclépéseket is és zenét, és úgy áll össze a programunk, hogy a nap folyamán, délelőtt, délutáni órákban általában egy-egy óra, amikor énekelni tanulnak, egymás dalait ismerik meg, esténként pedig mindig táncolunk. Köszönöm, hogy a gyerekek nagyon élvezik ezt a fürdést is, és az időjárás is nagyon kegyes volt önökhöz. Azért voltak hangversenyek is már, tehát itt Karcagon a katolikus templomban is felléptek, Berekfürdőben is volt már több fellépésük, de még lesz is a következő napokban. Igen, sok szeretettel meghívjuk mindenkit, aki ebben az időpontban ráér. Az egyik fellépés az éppen pénteken lesz, tehát holnap délután 3 órakor a strand területén. A másik pedig a Megbékélés házában szombaton 16 órakor, tehát délután 4 órakor a záró esemény. Mi mindig azt kérjük a tanítónéniktől, hogy készítsék fel a gyerekeket egy kis műsorral. Ugyanis mind a református istentiszteletre, mind pedig a katolikus misére el szoktuk vinni a gyermekeket. Ennek keretében lehetőséget kapnak, hogy énekeljenek, szavaljanak, verseljenek, és ugyancsak a város önkormányzata lehetővé tette azt, hogy a strand területén is bemutatkozzanak, hogy egy picit tágabb közönség is megismerje, akik itt laknak, illetve itt üdülnek. És hát a nyugdíjas találkozó éppen augusztusnak abban az időszakában vagyunk mi itt, amikor a nyugdíjas találkozó is zajlik, és hát úgy láttam, hogy nagy szeretettel fogadták a gyerekeket az előző években is. Úgy tudom, hogy a keresztülők is részt vesznek az záró rendezvényen, tehát ez is egy ilyen fontos lezárása, és volt a megérkezéskor is egy találkozó a gyerekek és a keresztülők között. Csak karcagi keresztülők vannak, vagy azért a megyéből is vannak, akik most ide eljöttek a gyerekekhez? Hál' Istennek eléggé tág a keresztülőknek a csoportja, tehát nem csak Karcagról vannak keresztülőink, hanem azt lehet mondani a világ minden részéről, mert nem csak magyarországiak, hanem Csehországban, Ausztriában, Németországban élő magyar keresztülők is vannak. Tavaly Stuttgartból látogattak meg bennünket. Idén is többen jelezték a keresztülők közül, akik különböző helyeken laknak Magyarországban, hogy
megpróbálnak eljönni és meglátogatni bennünket. Nagyon örülünk neki, mert tényleg nem minden keresztszülő jut ki Moldvába. Hát ugye 1000 kilométer oda, 1000 vissza, nem kis távolság időben sem, pénzben, időben, energiában sem, és hát ugye a gyerekek nem mindig vannak itt. Tehát ez egy olyan lehetőség, ez a táborozás, azért is tartunk mindig 2 nyílt napot, az egyik a tábor elején, a másik pedig a tábor végén, a nyitó és a záró esemény, amikor eljöhetnek, együtt lehetnek, ismerkedhetnek, barátkozhatnak, tanárnőkkel beszélhetnek esetleg a kinti állapotokról, a gyerekekről, fontosnak tartottuk. Kiből lehet keresztülő, vagy egyáltalán mit is jelent az idézőjelbetéve a keresztülőség? Bárkiből lehet keresztszülő, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt természetesen. A keresztszülőség tulajdonképpen oda vezethető vissza, Böjte Csabáék találták ki ezt a bizonyos fogalmat, hogy ugye Erdélyben és hát a magyar kultúrkörben létezik ez, hogy amikor a szülő valamilyen oknál fogva nem tud helyt állni, tehát akár egy elárvulás történik a családban, vagy anyagilag nehéz helyzetbe kerülnek, akkor ugye a keresztszülők vették át ezt a szerepet, és próbálták segíteni a családok és a gyerekeket. Ez egy jelképes keresztszülőség természetesen, tehát nem vérszerinti rokon ilyenkor a keresztszülő. Itt egyszerűen arról van szó, hogy ezeknek a gyerekeknek a tanulásához, tehát magyar nyelvtanításához, és hát nagyon sok esetben ugye a családdal kialakul egy olyan kapcsolat, tehát a családi megélhetéshez is hozzá tud járulni, segíteni tudja a magyarországi keresztszülő. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy itt komoly barátságok és komoly kapcsolatok alakulnak ki a családok között, tehát a magyarországi keresztszülők általában keresik a lehetőségeket, hogy ki tudjanak jutni, megismerkedjenek nem csak a gyerekkel, hanem az ott tanító pedagógussal, a szülőkkel, és hát ahol lehetőség van, akkor esetleg egy ilyen kölcsönös meghívás is működik, hogy itt is vendégül lássák a gyerekeket. Tehát egymás segítése, hagyományok, kultúra csere is zajlik ilyenkor. Én azt kívánom, hogy akkor minél több ilyen keresztszülő legyen, esetleg Karszagról és a környékről is, és akkor találkozzunk jövőre is. Nagyon szépen köszönöm. Te Somoskából érkeztél, hogyan hívnak? Demse János. És otthon esetleg nálatok is vannak a környéken lovak, vagy tanyák, vagy mi? Van a ló, és van kecske, csak nincs birka. Tehát akkor neked most ez itt tetszett, egy picit otthon érezted magad? Igen, szép van. És voltál már otthonról ilyen messze? Ne. És mi volt ez a program ezen kívül, ami még úgy tetszett neked? Vagy olyan dolog, amit még most láttál először? Először láttam azok, hogy pokkantok ostorok. Ja, tehát a karikást még nem láttál? Nem. És akkor ez egy újdonság volt számodra. Igen. És mit vársz még a táborban? Medencét. Ha, tehát szeretsz strandolni? Igen. Akkor neked is még szép programokat kívánunk. Köszönöm szépen. Csángó gyerekek nagyon élvezték ezt a rögtözött bemutatót, amelyet Bene Sándorék tartottak. Azt hiszem, hogy mindig öröm önöknek egy ilyen bemutatót tartani. Most is látszott, hogy örömmel tartották a gyerekek. Igen, mindig öröm tartani egy ilyen bemutatót. Azonban még nagyobb öröm, hogyha Csángó gyerekeknek, vagy székely erdélyi közönségnek tartunk egy bemutatót. Az az igaz, hogy úgy érezzük, hogy a magyar kultúrára nyitottak, illetve legalább annyira nyitottak, vagy még nyitottabbak, mint a kis Magyarországon élő honfitársaink. Nyilván ők egy másik kultúrában, egy másik közegben nőttek fel, másik közegben szocializálódtak, és ez valamilyen szinten a kultúránk egy-egy szelete az új is nekik, és éppen ezért úgy vettük észre, hogy nagyon tetszett nekik, és élvezték a honfoglaláskori lovasharci bemutatót. Igen, és nagyon rácsodálkoztak itt a kelevézre, a szabjára, tehát magára az egész lovas íjászatra, hiszen itt beszélgettünk velük. Náluk ez nem nagyon jellemző, lovakról beszéltek, hogy az ott náluk is van, de ilyet, hogy íjászat, meg lovas íjászat egybe, ilyet még nem is láttak. Igen, a hagyományőrző mozgalom az Magyarországon sokkal erősebb, mint
Romániába, így Székelyföldön vagy Gyimesbe, Moldvába. Szerintem ott a Kárpátok keleti koszorúinál nem is nagyon vannak hagyományőrző csoportok, tehát valószínűnek tartom, hogy ezek a gyerekek még hasonló bemutatót nem is nagyon láttak, mert az itteni iskolás vagy óvodás gyermekek azért évente szerintem több alkalommal is láthatnak különböző fesztiválokon vagy rendezvényeken hasonló programokat, de nekik ez egy különleges program lehetett. Aztán, hogy ők is így mentek el, hogy találkozzunk, ahogyan is búcsúzott tőlük, hogy találkozzanak még egyszer és jöjjenek el még egyszer. Reméljük, hogy lesz még lehetőség erre. Igen, a tavalyi évben már a szervezőkkel próbáltuk összehozni azt, hogy ki jöjjenek ide hozzánk a Kecskeri pusztára. A moldvai és a székely gyermekek, azonban mivel augusztus 20-ai programsorozatokban nagyon sok helyen részt szoktunk venni, több városban is, ezért sajnos a tavalyi évben meghiúsult, de hál' Istennek most sikerült leszervezni, és a 20-ai nagy rendezvény sorozatok után itt fogadhattuk őket a tanyánkban a Kecskeri puszta szélén. Hát jó munkát kívánunk még önöknek, és sok hasonló bemutatót! Köszönjük szépen!